Két év kihagyás után idén újra megrendezik az Angyalok szárnyalása gála műsort a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. A műsor a Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ, valamint a Békés Csabai Jókai Színház közös jótékonysági rendezvényeként jön létre. A Degré utcai otthon legkisebb lakói is különleges produkcióval készülnek a hétfő esti gálára. Lisi Melinda színművész már évek óta segít a fiatalok felkészülésében. 2020-ban már a férje is csatlakozott hozzájuk. Az előző évekhez hasonlóan a tánc mellett idén is lesz közös énekprodukció. Egy balatonyi nyaradunk, ó, hogy ringat a hajó, ó. Timár Orsolya rendszeres fellépő a gálán. Mint mondta, a pandémia miatt elmaradt két műsor nagyon hiányzott neki. Nagyon jól, én minden nap próbát élvezem, minden nap bejövök, hogy és kérdezgetem, hogy mikor lesz próba, mert én már nagyon vártam, hogy legyen Angyalok szárnyalása. Az utolsó napokban már csak a végső simítások vannak hátra, hiszen vasárnap már a teljes műsor főpróbáját tartják. Lisi Melinda elmondta, hogy érződik a szeretet és a boldogság, hogy megint készülhetnek a műsorra. Szerintem mindenféleképpen a gyerekekben amúgy is van egy hatalmas öröm, amikor mi jövünk hozzájuk, de ilyenkor szerintem most az így triplájának érzem legalábbis. Minden egyes alkalommal, amikor végigmegyek a folyosón, akkor hiába olyan gyerekkel találkozok, aki nincs a produkcióban, ugyanúgy örül, mint hogyha egy produkcióban lennénk. Úgyhogy maximális gőzerővel készülünk, és maximális gőzerővel forr a levegőben a szeretet és a boldogság, és szerintem igazából ez a lényege az egésznek. A gála az csak a cseresznye a tortán. A szervezők célja az, hogy ez a gála maradandó legyen, amely összegzi az elmúlt évek előadásait, előkészületeit. A gálán színpadra lépnek az elmúlt évek díszvendégei is. A műsor rendezője szerint már mindenki nagyon izgatottan várja a fellépést. Most már nagyon várjuk, mert mindenféleképpen szerettük volna legalább ebben az évadban, ebben a színházi évadban ezt, hogy megcsinálhassuk, mert a fiatalok nagyon-nagyon-nagyon várják. Az a két év, ami kimaradt a pandémia miatt, az szerintem bennük is egy olyan zárkózást eredményezett meg annyira várják ezt a szabadságot, azt, hogy most már járhatunk próbálni, hogy találkozhatunk, hogy ők kijöhetnek, mi bemehetünk. Az előadás május 30-án, hétfőn este 19 órakor kezdődik. A színház a jegyekből származó bevétellel a Békés megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ lakóit támogatja.